Ebben a mostani videóban a fibromialgia betegségről lesz szó, 5 olyan lépésről, mely segít abban, hogy csökkentsük a probléma negatív tüneteit. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárd! A fibromialgia egy elsősorban a hölgyeket érintő autoimmun jellegű betegség, mely során a betegek legalább 3 hónapon keresztül fájdalmat éreznek az izmokban, szerte a testben, mindenfele. További gyakori tünetei a fáradtság, a fejfájások, a memóriaromlás, az alvási nehézségek, görcsök az alsó alhasban, krónikus fájdalmak, szorongás és depresszió. Fibromialgia esetén a testünk érzékenyé válik. Pontos oka nem meghatározható, viszont köthető az alábbiakhoz, allergiák, mint pollen, mint ételallergia, a vírusok hosszú távú jelenléte, elszaporodása a testünkben, hormonális egyensúlytalanságok, kortizol, inzulin, a gyenge emésztés, kandida, hiányosságok a neurotranszmitterek működésében, gerinc problémák, és természetesen lehetnek genetikai okai is. A fibromialgiás betegségek jelentős része csak jobboldali fájdalommal jár, tehát csak jobb oldalt jelentkezik a fájdalom érzete. Ilyenkor a testünkben lévő meridiánok miatt, melyek közül a fő meridiánok függőlegesen haladnak végig a testünkön, gondolnunk kell mindenképpen a csak jobb oldalt lévő szerveinkre is, ilyenek ugye a máj és az epe. Ha csak jobboldali fájdalmat érzel, és elkezded masszírozni 1-2 percig az epét itt jobboldalt, mellkas alatt található, és csökken a fájdalomérzet, nagy eséllyel a fájdalomnak, a problémának köze van epe problémához. Például epekő, vagy az epevezeték eltömődése. Nézzük most meg, mit lehet tenni fibromialgia esetén. Ha csak jobboldali fájdalomérzeted van, és meg tudod állapítani, hogy epe problémával függ össze a probléma, a fájdalom, kímélni kell az epét. Az epe kímélésének egyik legfontosabb eszköze az étkezések számának lecsökkentése napi 1-re, 2-re, úgyhogy az étkezések között nem nasizol. Ezt nevezzük ugye időszakos böjtölésnek, melyről készítettem korábban már egy videót, illetve több videóban is beszéltem róla. Ha lecsökkented a napi étkezéseid számát, leveszed a terhet az epehólyagról, a májról, így lehetőségük lesz a regenerálódásra. Gyengítik a működésüket a magvak, dió, mandula, stb. A gabonafélék, a cukor és az alacsony zsírtartalmú ételeket is célszerű kizárni. Ezzel szemben pedig segítik az epe regenerálódását, működését az almaecet, főként a benne lévő almasav miatt, mely tágítani tudja az epevezetéket, továbbá a kolin és az epesav tartalmú készítmények. A következő lényeges teendő fibromialgia esetén az a szövetek regenerálása. Ugye, ahogy az elején említettem, a fibromialgia autoimmun jellegű betegség, legalábbis a legtöbb esetben immunproblémák is állnak a hátterében, illetve vele összefüggésben. Az autoimmun problémák során fontos a szövetek, az izmok regenerálása, illetve az áteresztő bélszindróma megszüntetése, melyre az egyik legjobb a kollagén, azon belül is a húsleves vagy csontleves kollagén. A húsleves vagy csontleves kollagénben lévő prolin, glicin és glutamin a leghatékonyabb szövetregenerálók, tehát segítenek például a bélrendszerben, a bélfalnál kilakult áteresztő bélszindróma csökkentésében, vagy hosszú távon akár a megszüntetésében, illetve az izmoknál lévő sejtek regenerálását is támogatják. Vegyél egy 1,5-2 kg csontosabb húst, például marha, illetve szárnyas húst, főzd fel vízben, majd lassú lágon főzd egy pár órát, ezt követően ugye adj hozzá zöldségeket, és főzd még egy 14-20 órán keresztül, majd szűrd le, és tartsd hidegen. Minden nap igyál belőle rendszeresen több pohárral. Az autoimmun betegségek hátteréről és az áteresztő bélszindrómáról készítettem korábban egy videót, keresd le a keresőben, ott bővebben szó van róla. A harmadik lépés a gyulladáscsökkentő ételek megemelése a táplálkozásban, és ezzel egyidejűleg a gyulladás növelő kizárása. A modern ételek többsége, melyek ugye a szupermarketekben kaphatók, gyulladásnövelők, gabonaételek, a cukor, a finomított olajok, a tömegtermelésből érkező tejtermékek, vagy éppen a gyorséttermekben lévő ételek.
Fibromialgia esetén fontos az omega-3 pótlásra odafigyelni, mivel kiváló gyulladáscsökkentő, és sok esetben már rövid idő alatt is képes csökkenteni a gyulladásokat és a fájdalmakat. Ez mindenképpen érdemes nagyobb dózist bevinni az omega-3-ból. A bogyós gyümölcsökben és gyümölcslevekben lévő polifenolok is csökkentik a gyulladásokat, flavonoidok, tőzegáfonya, homoktövis, fekete áfonya, fekete berkenye, szeder, gyümölcsként és gyümölcsléként is kiválóak. Az egyik legjobb polifenol forrás a nyers virágpor, például készíts minden nap túlmixot bogyós gyümölcsökből, gyümölcslevekből, és adj hozzájuk egy-két kanál virágport is. Ha fibromialgiád van, a negyedik fontos teendő lehet pótolni egyes mikrotápanyagokat. A négy legfontosabb pótolandó mikrotápanyag fibromialgia esetén a magnézium, a D3 vitamin, a B12 és a Q10 koenzim. A magnéziumot beviheted belsőleg és külsőleg is, az egyik legjobb nyugtató hatású ásványi anyag, külsőleg krémként vagy olajként lehet alkalmazni, belsőleg pedig olyan készítményt keres, olyan és készítményt érdemes szedni, amely többféle kötésű magnéziumot tartalmaz. Tehát van benne magnéziumcitrát, magnéziumoxid és mások is. A D-vitamin pótlására a legjobb a napfényen való tartózkodás, illetve a készítményt szedünk, ugye fontos K2 vitamint is mellé bevinni. Fibromialgia esetén 5000 és 10000 nemzetközi egységnyi D3-at célszerű legalább naponta pótolni rendszeresen, 10000 egységenként pedig 100 mikrogram K2 az ajánlott. A B12 azért fontos, mert jelentős szerepe van az idegek, az idegrendszer működésében. A B-vitaminokat célszerű mindig együtt pótolni, tehát ha B12-t szedsz, szedjél mellé például sörélesztő tablettát is, mert a sörélesztő tartalmazza a többi B-vitamint is természetes formában. A Q10-nek pedig abban van szerepe, hogy az ételekben lévő molekulák energiává, azaz adenozin trifoszfáttá alakuljanak át, tehát energiaszint növelő hatása van. A legtöbb fibromialgiával folytatott kutatás során egyébként kimutatták, hogy alacsony a Q10 szintje a betegek szervezetében. Fibromialgia esetén legalább napi 100 mg Q10-et ajánlott bevinni. Végezetül fontos a terápia részévé tenni a rendszeres testmozgást is. Kutatások igazolják, hogy a rendszeres testmozgás hatására csökken a fibromialgia kialakulásának esélye, tehát a heti többszöri futás, kocogás, úszás, kardió nagy eséllyel javítani tud az állapoton. De segítenek egyébként a könnyebb mozgásformák is, mint a jóga, a tai chi, illetve a zene és táncterápia is. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokba, így mások is tudni fognak róla. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel a csatornára, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmed, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!